Nyíregyházára invitáljuk a kedves nézőket, elsősorban a Józsa András Múzeumba és a Kálai gyűjteménybe. Vendégeink rengeteg érdekességről számolnak majd be. Hát akkor kezdjük, igazgató úr, ugye a Munkácsi kiállítás az még mindig dübörög. Mik a legfontosabb információk, illetve hát itt azért a fesztiválokkal is egy kicsit úgy tudom, hogy egyetértésben és együttműködésben dolgozik a Józsa András Múzeum. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Ugye június 23-án nyitottuk a Munkácsi kiállítás a múzeumok éjszakáján. Azóta is tart még ez a gyönyörű szép tárlatunk. Egészen október 14-ig lehet megtekinteni. Idáig 30 festményét mutattuk be, és éppen ma fejeződött be az Ermitásból érkezett plusz 20 festménynek a rendezése. Úgyhogy együtt van az 50 festmény, ahogy ígértük is. És augusztus 21-től a nagy közönség megtekintheti egyben a teljes tárlatot. Ez mennyire izgalmas, amikor megjönnek ezek az új képek? Kik azok, akik ebbe bepillantást nyerhetnek? Esetleg az utcai járókelők ebből valamit látnak, érzékelnek? Hát gondolom ismeri a vizsgadrukkot. Sajnos, vagy nem sajnos, de igen. Amikor vizsgázni kellett, akkor ugye mindig volt kellő drukja az embernek, és amikor megérkeztek ezek a képek, tehát egy muzeológusnak is hasonló élményt jelent ez, amikor kibontjuk, meglátjuk az eredeti képeket, a kollégák megrendezik ugye a kiállítást, fogadjuk mindenki azon drukkal, hogy ne legyenek sérültek a képek, és tehát heuréka van abban az esetben, amikor minden klappol és minden a helyére kerül. És már úgy gondolom, hogy most már minden a helyén van, úgyhogy valójában nagy élményt fogadni. Úgy a felnőtteknek, mert idáig a 30 festményt elsősorban a turisták nézték meg. Rengeteg helyen próbáljuk magunkat reklámozni, mint hogy például most itt a tévében is, és köszönjük szépen a lehetőséget, és ebből kifolyólag a turisták nagyon sokan eljöttek, már közel 5000 a látogatók száma, hát több 10000-re számítunk, ugye szeptembertől már a diákok is érkeznek, mert idáig ez a nyári szünetbe esett bele, amíg a Munkácsi kiállítás tartott, úgyhogy most számítunk a nagy dömpingre, és hát bízom benne, hogy azért több 10000 ember meg fogja nézni a kiállítást. És reméljük, hogy nagyon sokan repülnek majd a mesék kocsiján, hiszen a Kálai gyűjteményben Írosvai Gusztáv emlékkiállítás nyílik. Ugye egy picit utána olvastam, amikor egy különleges, szinte polihisztor volt Írosvai Gusztáv, hiszen a korát meghazudtoló zseniális hanggal, fellépéssel rendelkezett, mindemellett orvos volt, és ugye testvéreivel egy trióban énekeltek, járták a világot, sajnos nagyon fiatalon, 50 évesen meg is halt. Mit lehet bemutatni egy ilyen kiállításon? Egy olyan embertől, aki elsősorban zenét komponált és fantasztikusan énekelt. Igen, ennek az az érdekessége, hogy a Kálai gyűjtemény állandó kiállítása mellett igyekszünk olyan családokat is bemutatni, akik kötődnek valamilyen ágon a Kálai családhoz. Itt leányági ágon van kapcsolat a Kálai és az Írosvai család között. Igen, ahogy mondtad, polihisztor volt itt orvosként, zeneszerzőként, dalszerzőként is jeleskedett, ami viszont a legfontosabb ebben, hogy ez a kiállítást mi megvalósítottuk, illetve megvalósítjuk, az volt, hogy kapcsolódott ahhoz a szabadtéri programhoz, amely most EU nap 18-19-én Szentefaik rendezésében a Meseautó című darabot fogja, illetve ezzel fog debütálni a szabadtéri színpad, és tulajdonképpen ennek a Meseautó című filmnek, ami 1934-ben készült, ennek a Meseautóban című keringőír betétdalát maga Írosvai Gusztáv énekli. Perce Zitával? Igen, ő tulajdonképpen rádióhangként jelenik meg, de a női főszerep az Perce Zitájé, és tulajdonképpen innen is jött az ötlet, hogy valahol ezt a kiállítást mi megszervezzük, megrendezzük, ugyanakkor jött egy másik oldal, ugye sokan nem tudják, hogy rengeteg rajzfilm zenéjét és rengeteg reklámfilm zenéjét ő szerzett, többek között lehet, hogy sokat fog mondani a Két Bors Ökröcske, vagy a Telhetetlen Méhecske, a Ceruza és a Radér, melyel Cannes-ban fesztiváldíjat is nyert Írosvai Gusztáv.
Hogy hozzátéve, sokan nem tudják, de a Gusztáv című rajzfilm, amit ugye sokan ismernek, a Gusztáv elnevezés magáról, Irsai Gusztávról, és az ők is, hogy mondjam, alkatáról, modoráról, illetve stílusáról, de ezért ragadt rá erre a rajzfilm figurára ez az elnevezés. Tehát próbáltuk úgy megközelíteni, hogy az egész életpályát bemutassuk, de ugyanakkor inkább gyerekcentrikussá is tettük ezt a kiállítást, múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészítve, hisz itt bizonyos rajzfilm jeleneteket báb figurákkal meg is fogunk jeleníteni, úgyhogy azt mondom, hogy eléggé színesre sikerült ez a kiállítás. És egészen november 30-áig látogatható, tehát úgy gondolom, hogy lesz ideje a gyerekeknek és a felnőtteknek is elmerülni a programokban. Hát köszönjük szépen, további jó munkát kívánunk, és nagyon szép nyarat!